Köszöntöm nézőinket, ez a Mozaika Sopron televízióban. November 17-e a koraszülöttek világnapja, és ebből az alkalomból másnap, 18-án hétfőn egy jótékonysági akciót szervez Kerata Dóra fitness edző, akit sok szeretettel köszöntök a stúdióban. Szia, köszöntöm a nézőket. Szia. No, tehát koraszülöttek világnapja és egy jótékonysági akció. Kicsit foglaljuk össze, hogy miként lehet támogatni ezt, és miről is szól tulajdonképpen. Hát különböző jegyekkel lehet támogatni. Van egy támogatói jegyünk, aminek 500 forint az értéke, illetve ugye edzést szervezünk a Papréti tornacsarnokban este 6-tól fél 8-ig, és annak a napi jegynek az ára 1200 forint, amit ugye teljes értékben felajánlok a koraszülött osztálynak, a soproni koraszülött osztálynak. Nem inkább az edzésről szól a nap, hanem arról, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy van egy ilyen világnap, hogy tudják az emberek, hogy mindennek már van egy világnapja, és ugye tavaly is már erről szólt az edzésünk, jótékonysági gyűjtés is volt, abból ugye a koraszülött osztálynak különböző eszközöket, vagy olyan dolgokat vesznek, amire szükségük van. Milyen eseménysorozat kíséri egyébként mindezt? Tehát, hogy van edzés, tudom, de én úgy hallottam, hogy egy flashmob is készül, aztán lesz még esetleg más is. Így van, már találtam támogatókat, úgyhogy drón segítségével megcsináljuk ezt a Tetris Challenge nevű dolgot, amit még a doktornőkkel egyeztetés alatt van, hogy hogy fogjuk elkészíteni. Ugye a koraszülöttek világnapjának lila a színe, úgyhogy az is a kérés, hogy lila felsőben, lila cipő, mindegy, bármi lila zokni is lehet, és valószínűleg a Tetris Challenge-ben is ez fog főszerepet kapni, a lila szín, illetve lesz sütizés a végén, és lesz egy edzés, még gondolkozom, hogy mivel lehetne meglepni a csajokat, de szerintem örülni fognak neki, amit kitalálok. Most ez egy fontos dolog volt, a csajokat. Csak lányok mehetnek, vagy a férfiakat nem, is várjátok? Nem, bárki jöhet, de a férfiak nem elég bátrak. Ezt nem mondod. Csak szeretettel várlak. No, hát akkor igen, egyik a bátorságot itt már akkor ezt át is léphetjük szerintem. Egyébként honnan jött az ötlet, hogy és miért pont a koraszülöttekre esett a választás? Van esetleg érintettség ebben? Hát hány istennek az én gyerekeim időre születtek, viszont a testvéremnek koraszülött lett a kislány, ő 37. hét előtt született, és ugye 2500 gram alatt. Hát Istennek azóta is nagyon egészséges, illetve az unokaöcsémnek is koraszülött lett a babája. De a leginkább, ami először megláttam a dátumot, az én testvérem november 17-én született, és akkor ez így nekem megtetszett, és akkor láttam utána különböző oldalakon, hogy ez a világnap. 4 évvel ezelőtt a csecsemő osztálynak gyűjtöttünk. Szeretek gyűjteni. Nagyon szeretek adni, mert azt gondolom, hogy amit adok, azt vissza is kapom. Úgyhogy általában jótékonysági célokra nagyon vevő vagyok. Úgyhogy a koraszülött osztály pedig, hát a piciket nagyon szeretjük, tehát ezért, csak és kizárólag ezért. Van fogadókészség egyébként a koraszülött osztály részéről? Tehát igen, ennek igen, a igen, igen. Nagyon érdekes volt, mert amikor itt szembe találkoztam ezzel a dátummal, akkor már elindult a vezérhangja, hogy valamilyen segítséget szeretnék nyújtani nekik, és hozzám járnak doktornők az osztályról, és ők megjelentek, és mondták óra végén, hogy szeretnének velem beszélni, és elkezdték mondani, hogy lesz a koraszülöttek világnap, és mondtam, hogy jótékonysági edzés lesz, és mind a hárman így egymásra néztünk, és mindenki meglepődött, hogy ugyanaz volt a gondolatunk, és akkor tavaly volt az első, és nagyon jól sikerült, úgyhogy örültek neki, hogy segítünk ebben, hogy tudják az emberek, hogy van egy ilyen. Kicsit megerőztél, hiszen ezt akartam kérdezni, ez már a második alkalom lesz az idei évben, hogy a tavalyi az hogy sikerült, miként lehetett mozgósítani a Nagyon jól sikerült. És érdekes volt, mert amikor mentem, mert ugye lufikat intéztem, tehát ugye lila szín volt, bárhova mentem, és mindenhol, ahol elmondtam, hogy jótékonysági edzés lesz, senki nem fogadott el érte pénzt. És érdekes volt, hogy a boltba is bementem, és két anyuka állt mellettem, és mondta, hogy igen, a koraszülötteknek van világnapja. Az én kislányom is koraszülött volt, és ők például nem tudták. Úgyhogy tulajdonképpen a gyűjtés mellett ez a legfontosabb, hogy erre hívjuk fel a figyelmet, hogy van egy ilyen nap. Ugye minden évben ilyenkor a tűztornyot is lilában kivilágítják. Ez a célunk. Akik megjelentek akár a tavalyi évben, ők mennyire voltak érintettek, vagy inkább csak az adakozó szellem vezérelte őket?
Inkább az adakozó szellem, és nekem van egy nagyon jó csapatom, úgyhogy én bármit kitalálok, ők mindig teljes messzélességgel támogatnak engem, és az osztályról is nagyon sok nővérke és doktornő jött, és úgy veszem észre, hogy idén már sokkal több idegen rám írt, hogy hogy lehetne támogatni ezt a jótékonysági edzést, ha esetleg nem tudnak eljönni. Úgyhogy úgy látom, hogy még csak a második, de én már bízom benne, hogy jövőre még nagyobb sikere lesz. Igen, és hogyha valaki támogatói jegyet szeretne vásárolni, hogy ezzel támogatni ezt a nemes célt, akkor ezt hogy teheti meg, hiszen most, ha jól számolom, ugye a hétfői naphoz képest pont egy hetünk van. Így van. Hát engem kell megkeresni valamilyen oldalon, illetve a telefonszámom is szerepel mindenhol, és akkor én ezt tudom, tehát nincs meghatározva bármennyit, vagy edzés mellett is, tehát van úgy, hogy eljönnek edzésre is, és még bármilyen támogatói jegyet is lehet venni. Tehát velem kell fölvenni a kapcsolatot, és akkor én készséggel mindenkinek a rendelkezésére állok. Én még azért erre a bátorságra kicsit visszatérnek, hogyha mégis úgy döntenek a férfiak, hogy ők is szívesen beállnak ebbe a tornába, akkor tulajdonképpen, ha jól sejtem, akkor ez egy, nem egy kőkemény és fullasztó torna lesz, hanem ez inkább tényleg magáért az eseményért jött létre. Hát bele szoktam esni abba a hibába, mint szerintem minden edző, hogy amikor így a rengeteg sok pozitív energia összejön, rengeteg energiát kapunk, és mindig úgy állok ki, hogy megígérem, hogy most nem lesz erős az edzés, és a végén mindig megkapom, hogy már megint hazudtál. Nem akarattal van, de most idén egy kicsit ilyen bulisabbra készülök. Így mondanám, úgyhogy bátran jöhetnek a férfiak, mert lesz edzés is, el fognak fáradni, de viszont biztos, hogy jól éreznék magukat. Úgyhogy nyugodtan el lehet kísérni a feleségüket, illetve a barátnőjüket. Milyen hosszú ez az edzés? Mert itt ugye elhangzott, azt hiszem, hogy 6-tól 8 óráig. Úgy van, hogy 6-tól, tehát tulajdonképpen 7-től 8-ig lesz, viszont 6-tól van a gyülekező, úgyhogy ezt a Tetris Challenge-et ugye a drón segítségével el tudjuk készíteni, és akkor utána még lesz egy sütizés. Úgyhogy szerintem azért úgy készülnek, hogy 6-tól 8-ig. De az edzés az csak 1 óra. Értem. És ennek egyébként említetted, hogy a következő évben már talán még nagyobb alkalom lesz, vagy még nagyobb esemény lesz ez. Ezt már ilyenkor el kell kezdeni nagyjából fejben összerakni? Még az előző előtt tulajdonképpen, vagy még most úszkálunk ebben a második alkalommal és utána? Így van, még úszkálunk. Tehát vannak gondolatok, és akkor ugye a tárgyalások után nekem mindig van egy gondolat, és akkor meglátjuk, hogy az összejön, hanem akkor újra tervezek. Tehát most az újratervezéseknél vagyunk, mert ugye egy hétfői nap nem mindenki ér rá, de eddig mindig összejött, amit én kitaláltam, úgyhogy bízom benne, hogy most is összejön, amit idére terveztem, bocsánat. Ez a jótékonysági szellem, hogy úgy mondjam, ami téged megszállt, ez már esetleg így családból hozott, vagy ez csak így neked egyszer beugrott, hogy te szeretnél? Valószínű, hogy a családból is, mert édesanyámék is, nekem mind a kettő szülőm orvos, és például ők is minden januárban találnak egy-egy gyereket, akinek segítik a tanulmányait. Illetve apukám a festőket szokta támogatni, úgyhogy otthon rengeteg festményünk van ebből kifolyólag, mert mindig támogatja a rendezvényeket. Illetve nekem inkább onnan indul, hogy ugye van a kislányomnak egy betegsége, és rengeteget járunk kórházba, és akkor így tudom az ottani helyzeteket, meg hogy milyen jól esik az, hogyha egy kis segítséget vagy egy jó szót kap az ember. És én szeretek segíteni ezáltal. Hogyha valaki érdeklődik az esemény iránt, most nyugodtan elmondhatjuk, hogy hol talál erre részleteket, illetve hol és mikor talál meg téged. Így van, a Facebookon létrehoztam egy eseményt, jótékonysági edzés néven, ugye a lila szín szerepel benne, illetve a Facebookon is megtalálnak, ott fent van minden elérhetőség. Úgyhogy fel lehet velem venni a kapcsolatot. Tehát ott kell keresni, kellett a Dóra Fitness edzőt, ugye? És így akkor van, ezen belül van, meg lesz. Rendben, én nagyon bízom benne, hogy ez egy sikeres kezdeményezés lesz idén is, és természetesen beszámolunk majd arról, hogy mit sikerült összehozni. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, ez volt Mozaik című műsorunk, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra.